Könnyedebb témával fogjuk folytatni a délelőttöt, mégpedig azért, hogy a farsangi időszakban a nehéz ételek ne üljék meg a gyomrunkat, hiszen egészséges farsangi receptekről fogunk beszélgetni Kovács Judittal, dietetikussal. Szervusz, köszöntelek itt a stúdióban. Szervusz, és üdvözlöm a nézőket. Még mielőtt rátérnénk az egészséges farsangi receptekről, ebben az időszakban mik azok a hagyományos ételek, amik mindenképp ott vannak minden családi asztalnál? Hát azt gondolom, hogy ami mindenkinek eszébe jut, az a fánk. Tehát a fánk az egy elmaradhatatlan része a farsangi ünnepségeknek, időszaknak, asztaloknak. Viszont a fánk és a fánkozás az úgymond ellentmond annak, hogyha valaki kicsit egészségesebb életmódot kezdett mondjuk január 1-től, vagy akár később. Tehát ugye itt van egy desszert, amit valahogy be kell, hogy építsünk az úgymond egészségesebb életmódunkba, és hát ez sokszor nem egyszerű, hiszen kalóriában jóval gazdagabb, mint hogyha mondjuk a farsangi főfogás mondjuk egy ananász karika lenne. Tehát nyilván értik a nézők, hogy mire gondolok, hogy ez egy picit azért mégiscsak egy nehezebb, ugye egy olajban sült desszert, tehát még a desszertek között is egy kicsit nehezebben emészthető fogás. És akkor mi lehet erre a megoldás? Milyen alternatívák léteznek? Hát, hogyha maradunk a fánknál, hiszen mindig fontos tiszteletben tartani a hagyományokat, tehát ha már fánk, akkor abból kell kiindulni, hogy mégiscsak fánkot fogunk készíteni, akkor érdemes körülnézni, hogy esetleg milyen más lisztből tudunk dolgozni, mint ugye a finom fehér búzaliszt. Például a fánkot nyugodtan elkészíthetjük egyéb alternatív lisztből, mondjuk teljes körlésű lisztből, vagy akár zappelyhet őrölhetünk, és akkor zappelyhely lisztet fogunk kapni, és akár abból is elkészíthetjük. Én azt szoktam mondani, hogy kezdő egészségtudatosok inkább ezzel a őrölt zappehelyjel próbálkozzanak meg, mert sokkal könnyebb vele dolgozni, mint a teljes körlésű lisztekkel. Hogyha még soha nem készítettünk teljes körlésű lisztből fánkot, vagy akár bármely más desszertet, akkor is érdemes úgy elosztani az arányokat, hogy mondjuk fele arányban teljes körlésű lisztből dolgozunk, felében pedig maradunk a sima fehér lisztnél, tehát hogyha 300 g-ot ír a recept, akkor 150 g ilyen, 150 g olyan lisztet rakunk bele a tészta alapba, és akkor úgy biztos, hogy egy jó eredményt fogunk kapni, hiszen én sem szeretném, hogy a végén a kukában kössön ki az eredmény, de aki még nem dolgozott speciális lisztekkel, ugye egészen más tulajdonságaik vannak, sokkal sűrűbbek, kevésbé emelkednek meg, tehát itt is, hogyha például egy teljes körlésű liszt elkészülő receptbe mondjuk sütőport kell rakni, akkor azt szoktam javasolni, hogy kétszer annyit rakjunk bele, mint hogyha sima fehér liszttel dolgoznánk, hogy ugye nehezebben emelkedik meg ez a tészta, és a kicsivel több sütőpor jobban megemeli a tésztánkat. Ezen kívül lehet például reszelt cukkinit, ami tudom, hogy elsőre nagyon furcsának hangzik, vagy reszelt almát belekeverni a tésztánkat, vagy akár ugye egy kis krumplit, ugye, mint egy krumpli fánkba, tehát itt nyugodtan eltérhetünk, pusztán azért, hogyha már teljes körlésű liszttel dolgozunk, akkor valahogy meglazítsuk a tésztánkat, tehát az eredmény mégiscsak egy könnyű és finom és értékelhető dolog legyen. Hiszen maga a cukkini, aminek az ízét nem fogjuk érezni, hiszen azért egy nagyon jó zöldség, mert eléggé hát nem karakteres mondjuk így az ízvilága, tehát ha belereszeljük, akkor egyáltalán nem fogjuk érezni, hogy ez egy cukkinis fánk. Így egyébként gyerekeknek nagyon jól el lehet tüntetni ezeket a zöldségeket, hogy desszertekbe rakjuk, ugye mint a céklás brownie például, ugye ez is egy kitűnő recept arra, bár nem a farsangi időszakra, de akár ezzel bármikor előrukkolhatunk, és akkor a gyerekeknek a zöldséget vagy gyümölcsöt bele lehet illeszteni ezekbe a finomságokba. Ugye a reszelt alma érdemes nem meghámozni, mert akkor a rostanyagát is az almának bele tudjuk vinni a tésztába,
Ezeket belekeverjük, és ugye így egy lágyabb tésztát fogunk kapni, hiszen ezek ilyen úgymond nedvesítőszerek a tésztában, tehát egy kicsit lágyabbá teszik a végeredményt. A krumpli ugyanígy viselkedik, ugye az egy klasszikusan létező recept is a krumplifánk, tehát a krumpli is egy állagjavítóként szerepel egyébként a liszt mellett. Ugyanezt tudja az alma és a cukkini is. Ízvilágában egyébként ezek a fajta fánkok hasonlítanak nagyban a hagyományosan elkészítetteket? Abszolút. Ugye, hogyha bőolajban sütjük, még arról kell ugye beszéljünk, hiszen a fánknak nem csak a tésztájával van probléma, hanem ugye azzal is, hogy 1-2-3 liter olajban kell kisütni, amiből nyilván valamennyit föl fog venni a tésztánk. Ezt csökkenthetjük akkor, hogyha tényleg megfelelő hőmérsékletű olajba tesszük bele a fánkot, hiszen hogyha nem elég forró az olaj, akkor sokkal többet szív magába a tészta, tehát érdemes kivárni azt a hőmérsékletet, ahol valóban eléggé forró a tészta, és ugye csináljunk egy próbát, hogy csöppentsünk bele egy tészta pöttyöt az olajba, és hogyha elég melegnek érezzük, tehát megfelelően sül ez a tészta pötty, akkor mehet bele a fánk. Ezután ugye mindenképpen itassuk le, tehát valamilyen netszívó papírra rakjuk rá. Hogyha szeretnénk még ennél egy kicsit eltérőbben megpróbálkozni, akkor megcsinálhatjuk a fánkot egy picit kiolajozott teflon serpenyőbe, tehát tényleg csak egy olajjal kikent, és le kell fedni ezt a serpenyőt, és hogyha elkezdjük szépen sütni, akkor az alja meg fog sülni, majd meg kell fordítani is a teteje. És itt ugye annyi szépséghiba lesz, hogy ugye körben nem fog olyan nagyon nagy sávon megsülni, mint hogyha olajba tenném. Tehát kicsi szépséghibája lesz az eredménynek, viszont hát jóval kevesebb olajat kell felhasználni a kész termékhez. Vannak fánksütőgépek is, amiket szintén esetleg itt meg kell említeni, hiszen annyi a nagy előnyük, hogy valójában őket is csak ki kell kenni egy pici zsiradékkal, és maga a hő, ami körbeveszi ezt a beletöltött tésztát, azt fogja megsütni, és ugye nem kell több liter olajban áztatni ezeket a fánkokat. Ezen felül a fánkok készítésén felül mi az, amire még oda kell figyelni farsangi időszakban étkezés szempontjából? Én azt gondolom, hogy túl vagyunk azon az időszakon, amikor a nehezebb ételek jobban szerepet játszottak az étkezésünkben. Ugye ez a karácsonyi időszak, töltött káposzta, stb. Most még ugye szerintem sok háznál készítenek hurkát, például ugye disznóvágások lezajlottak. Tehát farsang időszakkal ugye közelítünk a böjthöz, tehát hogy itt azért el lehet kezdeni csökkenteni szépen akár a húsfogyasztást, akár a nehezebb ételeknek a fogyasztását, és egy kicsit több zöldséget bevihetünk az étrendünkbe. Gondolhatunk arra, hogy amit tavaly lefogyasztottunk, az zöldségeket, remélem, hogy sokaknak van ilyen otthon, akkor azokat most elő lehet venni, és szépen felhasználni, hiszen a tavasz közelettével ezeket a zöldségeket tudjuk majd pótolni. Ugye ilyenkor a boltokban sajnos majd már elég drága tud lenni a paprika, a paradicsom, uborka, tehát abszolút ez az időszak a fagyasztott zöldségeké, tehát éljünk velük, hiszen ezek nyáron lettek lefagyasztva, nagy a vitamintartalmuk, tehát attól, hogy egy nem friss, hanem fagyasztott zöldséggel van dolgunk, nyugodtan készíthetünk vitamindús, rozsdús, zöldséges ételeket, akár rakottasan, akár egy besamelmáltással, akár csak köretként egy könnyedebb hús mellé, vagy például egy grillezett sajt mellé.
vagy remélem, hogy sokan esznek halat, de már félve említem meg, mert tudom, hogy sokan nem szeretik, de azért egy heti kétszer fantasztikus lenne, hogyha be tudnánk iktatni a halat is az étrendünkbe, ami magas fehérje tartalmú, viszont nagyon-nagyon könnyen emészti meg a szervezetünk, tehát nem terheli meg a gyomrot, ráadásul ugye omega-3 zsírsavban gazdag, ami gyulladást csökkentő és jót tesz a gondolkodásunknak, jót tesz a szívérendszeri betegeknek, vagy akár ennek a betegségnek a megelőzésére is abszolút alkalmas. Tehát, hogyha valakinek a családjában volt sok szívérendszeri betegség, akkor a halat azt mindenképpen próbálja meg beiktatni az életébe, mert megelőzheti, hogy esetleg ez nála is előjöjjön, vagy ha esetleg már valaki ezzel küzd, akkor lehet javítani az állapoton. Ugye az emberek részéről sokszor én azt hallom, hogy esetleg egy gátló tényező lehet az, hogy az egészségesebb alapanyagok nyilvánvalóan drágábbak is. Uh-huh. Az ilyeneknek, akik mondjuk nem tehetik meg maguknak, hogy megveszik a drágább minőségű termékeket, azoknak mit tudsz ajánlani? Pont erről írtam most egy cikket az egyik magazinban, amiben rendszeresen havonta írok, hogy ugye drágább-e ez az egészségesebb étkezés, és hát valójában ott szépen le is osztottam egy-egy napot, hogy hogyan néz ki egy egészségesebb étrend menü, és az körülbelül mennyibe kerül, és mennyibe kerül egy átlagos magyar embernek a menüje, és hogy valójában melyik az olcsóbb, és hát érdekes módon az egészségesebb menü jött ki olcsóbban, hiszen azzal soha nem számolunk, hogy a sok-sok nasi, az üdítő italok, ezek mennyibe kerülnek, és mennyivel dobják meg a kiadásunkat. Hogyha ehelyett mondjuk csapvizet iszunk, vagy mondjuk egy teafiltert áztatunk be, és nem ízesítjük, akkor ezekkel nemhogy egészségesebbek lehetünk, hanem olcsóbban is jövünk ki. Hogyha mondjuk teljes kiörlésű kenyeret veszünk, az lehet, hogy drágább, mondjuk általában kétszer annyiba kerül, vagy akár háromszor annyiba, mint egy fehér kenyér kilónként, de jóval kevesebb kell belőle, hiszen jobb a telítő értéke. Tehát, hogy én egy három zsemlétől sem lakok jól, és ezt most a nézőknek őszintén bevallom, viszont egy vagy két szelet teljes kérdésű kenyértől abszolút, ha reggel megeszem, délig telítve érzem magam. Tehát mivel magasabb a rost tartalma, ezért sokkal lassabban emésztődik meg, tovább okoz telítettségérzést. Tehát, hogy lehet, hogy egy kicsivel kevesebb is elég abból, ami esetleg egy picit drágább, és végeredményben pedig olcsóbban jövünk ki emiatt. Ráadásul a teljes körlésű péktermékek sokkal jobban elállnak, hiszen egy fehér vizes zsemle másnap szerintem már borzalmas. Nem tudom, hogy ezzel hogy vagy és hogy vannak a nézők. Én is így látom, tehát az nyilvánvalóan könnyebben megszárad. Megszárad, ugye összeesik, tehát hogy már nem egy gusztusos fogás azért másnap, főleg harmadnaptól már ne is beszéljünk. Ugye egy teljes kiörlésű kenyér egy hét múlva is tökéletes állagú, és nem penészedik meg. Tehát egy teljes kiörlésű, jó minőségű kenyérnek bizony, hát elég hosszú idő kell ahhoz, hogy elkezdjen penészedni. Ehhez egy fehér terméknél elég egy pár nap, és ugye az sem mindegy, hogy esetleg kidobom-e ezt a terméket, hogyha addig nem ettem meg. Ugye a teljes kiörlésű terméket nem fogom kidobni, mert nem jött létre mondjuk károsodás, nem penészedett meg, nem lett az állaga rosszabb, tehát hogy tovább tudom tartani, úgymond kevesebb a kidobott élelmiszer, ugye erre is gondolnunk kell. Hogyha erre rakok mondjuk egy zöldségkrémet, amit például én is elkészíthetek pusztán a zöldségeknek a úgymond bedarálásával, tehát semmi különösebb dologra nincsen szükség, az interneten millió receptet lehet találni, hogy a vajat hogyan tudom helyettesíteni, természetesen lehet vékonyan vajjal kenni, de el lehet térni a vaj és felvágott kombinációtól néha, esetleg hiszen rengeteg finom dolog létezik még ezeken kívül.
Hogyha ezek mellé mondjuk zöldséget, friss zöldséget, vagy esetleg nyugodtan ehetünk savanyúságot is, savanyú káposztát, céklát, csemegeóborkát, ezek nyugodtan lehetnek a téli reggeliknek a kiegészítői, nem feltétlenül kell paprika, paradicsom mindenáron, hiszen egy savanyú káposztának nagyon magas a C-vitamin tartalma, ami az influenzás időszakban nagyon jót tesz ugye az immunrendszernek, amellett, hogy a savanyú káposzta még sok rostat is tartalmaz, ami támogatja a bélflóránknak az egészségét, összetételét, és ugye a bélflóránk az, ami az immunrendszerünk 70%-át alkotja, tehát hogyha a bélflóránk jól érzi magát és egészséges, akkor meg fog minket védeni mindenféle bacillustól, ami kívülről törne ránk, úgyhogy a magas rostartalmú étrenddel az immunrendszerünket is tudjuk támogatni, és nincs szükség például vitaminkészítmények megvételére. Judit, köszönjük, hogy itt voltál velünk, és meséltél az egészséges receptekről, az egészséges táplálkozásról itt a farsangi időszakban. Köszönöm szépen a meghívást!